mert sokkal többen jöttek, mint a Menjünk be! Menjünk be! Menjünk be! Menjünk be! Menjünk be!
jól öltök vissza. Felénk. Fordulhatok meg! Erre fordul. És több ezren sétáltunk ide a Kossuth térről! Megtiszteltetés veletek egy közösségben lenni! Itt vagyunk a Kunigunda utcában, ahol a 2006 után a köztelevíziót és a közrádiót rakták. Azért rakták ide, hogy ne lehessen megközelíteni. Mi most itt vagyunk! Ezekben a pillanatokban Orbán Viktor propagandája a mi pénzükből hazudik! Ezekben a pillanatokban is azt mondják rólunk, hogy csörcselék vagyunk! Azt mondják rólunk, hogy nem dolgozunk! Azt mondják rólunk, hogy antikeresztények vagyunk! Hazugsággal! 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 Hogy bevallassuk a magyar embereknek! Első! A rabszolgatörvény azonnali visszavonását követeljük! Második! Kevesebb rendőri túrórát követelünk! Mert mi a rendőrökért is tüntetünk, akik itt vannak velünk! Tapsoljuk meg őket! Harmadik! Független bíróságokat követelünk! Negyedik! Európai ügyészséget követelünk! És ötödik! Független közmédiát követelünk! Propaganda! 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 Nagyon szépen köszönöm! Most szeretném Hatházi Ákosnak átadni a megafont! Válaszoljatok nekünk, hogy csőcselék vagyunk mi? Azok az emberek, akik odabent dolgoznak, azt mondják, hogy csőcselék vagyunk. Provokálunk és agresszívek vagyunk. A mi ellenfeleink nem a rendőrök, nem a rendőrség. A mi ellenfeleink azok, akik ott bent jól fizetett állásokban, öltönyökben hazudoznak rólunk, mondják hetek óta, hogy agresszívek vagyunk, csőcselék vagyunk, olyanok, mint a verőlegények a kommunizmusban. Elhallgattatják az ellenzéket, lejáratják és kínozzák az ellenzéket. Higgyétek el, hogy fáj, amiket mondanak az emberről. Köszönöm, hogy
Hazudnak, hazudik a tévé. Reggel is hazudik, délben is, este is hazudik a tévé. Mi skandálat a teszünk? Mizó? Egy kártyavár összeomlik. A kártyavár összeomlik, a magyar gazdaság összeomlik. Összeomlott a munkaerőpiac, összeomlanak a kórházak, összeomlik a szemétszállítás. De egy bástya, az csak akkor omlik össze, hogyha mi fogjuk szétverni. Bástyája nem a rendőrség, a hatalom igazi bástyája itt van bent. Azok, akik lejáratják az ellenzéket, azok, akik elhallgattatják az ellenzéket, sok pénzért hazudnak rólunk. Nem fogjuk hagyni. A parlamentbe választásokon kell bemenni, de ahhoz, hogy választásokról beszéljünk, ahhoz tisztességes közmédiára van szükség, és el kell érnünk, hogy a kormány propagandának vége legyen. Azt mondják, hogy törvénytelenek vagyunk. De kérdem én, hogy a lopás az törvényes? Nem! Amit Mészáros Lőrinc csinál, az törvényes? Nem! Amit Tiborcz István csinál, az törvényes? Nem! Amit a Farkas Flórián csinál, az törvényes? Benne van a törvényben, a legfontosabb törvényben, hogy ne lopjál. Ha keresztények, akkor tudnák. Törvényes-e a választási csalás? Nem! És törvényes-e a rágalmadás és a becsületsértés? Amit... Lehet, hogy nem vagyunk törvényesek mindenben, de békések vagyunk. Nem vagyunk agresszívek, nem vagyunk csőcselék, csak mi elegünk van nagyon abból, ami ebben az országban megy. Elegünk van! Egy hete itt voltunk, akkor beolvashattam a petíciót, csak éppen nem adtak le belőle semmit. Utána 3 percen belül a szüleimet gyalázták, és engem gyaláztak. Most újra megpróbálkozunk, nagyon köszönöm nektek, hogy segítetek ebben. Vagyunk itt néhányan országgyűlési képviselők. Egyelőre mi megpróbálunk bemenni. Addig nem jövünk ki, amíg a petíciót, azt, amit a tüntetők a parlament előtt elmondtak, nem olvassák be. Segítsetek benne, várjatok meg minket! Betty! Nagyon sokan vagytok! Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok! Aki országgyűlési képviselő itt van a tömegben, jöjjön ide hozzánk! Vár minket a rádió, mert mi interjúra jöttünk! Interjúra jöttünk! Azt mondtam, élőben fogom közvetíteni azt, ami odabent történik. Figyeljetek minket, várjatok meg minket, mert mi addig ki nem jövünk, amíg a követeléseket be nem olvashattuk a rádióban. Élőben!
Mi az Isten? Ja, vannak, jó. Hallom? Menjünk. Gyere, menjünk. Interjúra jöttünk! Interjúra jöttünk! Majd! Békésen! Beengedték a képviselőinket! Húzodjatok egy kicsit hátrébb, hogy a többiek levegőt is kapjanak! Mi fizetünk? Mi adtunk tudjátok eltartani a családokat? Nézzük élőben! Gyerek, gyerek! Hallod? Tényleg gyerek, légy szíves! Légy szíves, gyerek! Ismertek egymást?
Nem tudom, hogy a hatházi vagy a szél csinálja. Nem, az index az kint van. Hát nem írja ki nekem se, hogy melyik Facebookján van.